harcol majd a sodrással, s néha áll a szembe, de az az egy jusson eszedbe. Van eszed, szíved és két erős karod, amikkel magad mindig irányíthatod. Tolna megye szerte elballagtak a végzős középiskolások az elmúlt hétvégén. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre technikumból több mint 150 diák búcsúzott, ezért az intézmény udvarán két részletben rendezték meg az eseményt. A diákok nagy tervekkel indulnak neki életük új szakaszának. Most az erőmű céloztam meg, pont ott voltam a interjún. Onnan jöttem, úgyhogy az erőmű. Az iskola igazgatója azt mondja, az elmúlt években a folyamatos fejlődésre ösztönözték a fiatalokat. Ez a csapat utoljára fog most így együtt állni. Ezt ők még nem mindig fogják föl egyébként, de alkalmas a pillanat arra, hogy eljussanak eddig a következtetésig. Talán egy kicsit elmondható az, hogy megértek. És az érettségén majd ennek reméljük, hogy adják is tanúbizonyságát, illetve a szakmai vizsgákon is természetesen. Mi jó szakembereket szerettünk volna képezni, illetve előkészíteni őket arra, hogy a tudásuk az alkalmas legyen a ráépülésre, az új befogadására, a folyamatos tanulásra. Jól ismert dallamokra vonultak ki utoljára egy közösség tagjaiként az iskola épületből az udvarra a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium ballagó diákjai szombaton. Az intézménynek most két osztály mondott búcsút, a fiatalok az ünnepséget követően meghatódva nyilatkoztak. Hihetetlen érzés, és most nem is tudok így hirtelen mit mondani, de nagyon boldog vagyok, és mindenkinek köszönöm a sok támogatást, és hihetetlen érzés, tényleg köszönöm. Az iskola hamarosan nyugdíjba vonuló igazgatója a ballagást követően a könnyeivel küszködve azt mondta, az Alma Maternek most búcsút intő diákok az elmúlt években minden erejükkel azon dolgoztak, hogy az életben sikeres emberek legyenek. Végig tudtuk követni azt, hogy az első kis konfliktusokból hetedikes, nyolcadikos korukban hogy lett tényleg egy szuper jó közösség, és hogy tudták egymást is erősíteni, segíteni abban, hogy tényleg fantasztikus eredményeket értek el, akár az úszók, a sportolók, vagy tanulmányi téren, tehát az idén, amiket meg az előző évben, amit elértek eredményt, ilyen nagyon ritkán szokott összejönni. Országosan hétvégén és múlt héten pénteken több mint 70 000 fiatal ballagott el a középiskolákból.